Elektromos zárlat miatt két szoba égett egy 75 négyzetméteres családi házban kedden jászárok a Tompa Mihály utcában. A 40 négyzetméteren pusztító lángokat a Jászberényi hivatásos és a Jászárok szállási önkormányzati tűzoltók két vízsugárral fékezték meg, közben emberek után kutatva behatoltak az épületbe, de senkit nem találtak. A ház lakhatatlanná vált, két lakója rokonoknál helyezkedett el.